Ez itt a Dramaturgia. Öten dolgozunk itt. Egy elég eldugott helye ez az operának, de valójában erre szükség is van. Tehát itt olyan munka folyik, ahol szükségünk van arra, hogy legyen egy kicsi nyugalmunk. Nem akartam színésznő lenni, illetve erre elég hamar rájöttem, hogy nem nekem való. Az is elég egyértelművé vált, hogy rendező sem szeretnék lenni, és először kicsit ilyen kizárásos alapon jött az, hogy talán a dramaturg az egy olyan dolog, ami engem érdekelhet. Leginkább a gyakorlatban derül ki, hogy valóban van hozzá érzékem. Mivel jelenet végén, amikor jön vissza a Siegfried, ott vagyunk. A dramaturg alapvetően a szöveggel, a darab szerkezetével és az elemzéssel foglalkozik. Két felé lehet venni ezt a munkát. Az egyik része számunkra a legélvezetesebb része mindenképpen a produkciókban való közreműködés, amikor leginkább a rendezőnek vagyunk egy gondolkodó társa. Előtte néhány ütemben légy szíves, jó? Megvan? Itt nagyon sokszor az előkészítésben, a produkciók előkészítésében veszünk részt. Amit mi csinálunk, az általában elég rejtett. Tehát csak a közvetlen munkatársak tudnak a létezésünkről. Megnézzük az egész felvonás legvégét, jó? A második része az maga a szövegmunka. Nagyon hasznos, hogyha több nyelven beszél a dramaturg, vagy legalábbis több nyelven olvas. Nem kell feltétlenül tökéletesen kommunikálnia rajta, de értenie kell. És ez azért is nehéz, mert azért az operák nyelve az nem feltétlenül a kortárs ma használt nyelv, tehát hogy ne menjünk messze, Wagner németje az nem az, amit ma Berlin utcáin beszélnek. Így néz ki a felirat, amikor mi elvileg végzünk vele, és a következő pillanatban átkerül a feliratozó rendszerbe, ahonnan a szövegkiíróban a feliratozó kolléga azt minden egyes este az előadás tempójában kézi erővel nyomja tovább a feliratokat, ahogy figyeli a kottát. Ez nekem a legizgalmasabb és a legszórakoztatóbb része és a legtöbb örömöt adó része az, amikor sikerül az elgondolásunkat közösen megvalósítani a színpadon.